Sziasztok! 2024. február 16-a van, péntek délután, 13:30 múlt. Itt vagyok Kövestetőnél, közel a Natur Hotelhez, és a szép időt újra kihasználva megyünk egyet bringázni. Amúgy ma semmi konkrét, egy kis erdei aszfaltos bringázást tervezek, itt-ott sárosodom, még nem szeretnék nagyon bemenni a fák közé, majd adja magát az út. Kilométert nulláztam, és már úton is vagyok. Elég jó idő van ma, egy ilyen plusz 10-12 fok, egy kis széllel, de ez ideális mozgásra. Milyen szépen kanyarodik itt az országút bent a fák között, de nem leszek rajta sokáig. Zobák puszta előtt fölkanyarodunk egy ilyen sokat rangú kis vékony erdélyi aszfaltos útra. Amúgy ez a hosszú hetényi út, de itt el fogom hagyni. Előttem ugye Komló Zobák puszta, de itt elmegyek fel az erdőbe jobbra. Elég sok forgalom van, elég nagy kamionok járnak erre. Úgyhogy békességesebb itt bent az erdőben. Valami kis ház. És infótáblák. Volt egy kis fakivágás. Nem túl jó az út minősége. De legalább nem sáros. És nincs forgalom. Jó fastag rönkök, ez igen. A szél már egészen enyhébb lett. Takarnak a fák. Kis erdei csendélet. Egerészőv. Közben húztam egy másik szemüveget, mert a napszemcsi az túl sötétnek bizonyult. Csináltam egy kis térképvázlatot is otthon, gyorsan rögtönöztem. De pontos terveket nem tudok mondani, mert minden az út minőségétől, az erdei utak minőségétől függ. Ezért is szorítkozom elsősorban erdei betonútra. De az első terv az innen fölmegyünk a Pusztabányai kulcsosházhoz, és onnan elkezdünk majd menni, ereszkedni Püspök Szent László irányába. Na most, hogy oda bemegyünk-e vagy nem, az csak is az erdei út minőségétől fog függeni, és akkor utána esetleg elmennénk még az Engőhöz is, megnéznénk a kilátót, de ez mind-mind képlékeny. Majd meglátjuk, hogy milyenek lesznek az utak. A madarak azért már kezdenek csipogni. Ilyen a színek még nem bújtak elő, de azért február 16-hoz képest ez valami iszonyatosan jó idő. Túl jó is. De hát, hogyha már péntek délután, akkor használjuk ki. Ki tudja, lehet, hogy két hét múlva már havas lesz a táj megint. Minden esetre nem egy nagy túra lesz a mai, csak olyan kis délutáni edzés, gurulás. Nézzétek, milyen szépek a fák. Az előbb meg is húztam a butykost, mielőtt indulunk. Hát hiába melege van az embernek. Hátszelünk is van. Nyereg be. És folytatódik az emelkedő. Jó, de jó ez a kis szél.
Hát tényleg nagyon jó idő van. Nagyon szép ez a domboldal itt mellettem bent. Sima törzsű fákkal, talán gyertyán lehet. Hogy látszik az aljnövényzet, illetve annak a helye, húja. Hát szuper. Tényleg csodálatos ilyenkor is itt lenni. És olyannyira jó idő van, hogy már előbújtak a nünökék is. És nünüke, ide menj a zavarba, hogy ne legyél zavarba. Így, na, hopsz, úgy, jó helyed lesz. Hoppá, hoppá, mi virágzik itt az út szélén? Ha jól látom, az illatos hunor. Mindjárt mutatom közelebbről is. Ez fokozottan védett faj. És a jó idő már kicsalta őt is. Na nézzétek, milyen szép. Na, térképvázlat szerint mindjárt érünk a kulcsos házhoz. Persze a mobiltelefont is ide tehettem volna, de az meg aksit fogyaszt. Sötét a kijelzője. Hát firkantottam egy lapot ide. Aztán ennyi ócakát. Eddig jöttem 5,3 kilométert parkolótól. Meg is érkeztem a puszta bányai kulcsos házhoz. És ahogy látom, földmunkálatok zajlanak. Na most nem is állok meg itt ezért, csak hadd dolgozzanak, szépítsék a területet. Megyünk tovább egyenesen. Itt van egy kis pavilon bent az erdőben jobbra, ezt eddig nem is láttam, ez újdonság nekem. Itt a fák mögött látszik. Na nézzük már meg. Inkább leszálltam a bringáról, hogy mégiscsak jobb, kényelmesebb, és felderítem ezt a pihenőt. Lehet, hogy itt volt korábban is, én legalábbis eddig nem láttam. Ez a betyár pihenő. A betyárját. Terveztem egy kicsit itt megállni, puszta bányánál, de akkor ez most kimarad, viszont itt a kereszteződés, itt kell haladnunk tovább, jobbra. Pécsvárad 9 kilométer, és itt is egy sorompó, egy milyen fatörzs. Az út, az egyszerűen csillivilli, atomjó. Azért vannak itt helyjel közzel emelkedők, de nem vészesek. Kettesnél kisebbre nem kellett tennem a fokozatot, elő pedig a középső fogaskeréken van. Itt egy kicsit vizesebb az út, de semmi baj, a szélén meg lehet oldani. Szépen kanyarodik az erdőben ez az út, nagyon klassz. Közben én keresem a Püspök Szent Lászlói lehajtót. Elvileg egy sárga vonal és egy M betű jelzi majd valahol, ha csak nem haladtam túl rajta. Minden esetre, hogyha meg lenne a Püspök Szent Lászlói leágazás, ezt akkor is csak visszafele csinálnám meg, ha az út minősége olyan. Először az Engőre szeretnék fölmenni. Kár, hogy itt jobbra takarásban van a fáktól az a csúcs, ugyanis ez itt az Engő, 682 méterével, és ott van a kilátó is a tetején. Ha szeretem ezeket a kis kanyarodós szakaszokat. Egész szép kis hajtű kanyar. Na, csak úgy siklunk. 30. És újra egy kanyar. Pihenővel. Méghozzá fedett, nem is akármilyen. Bent egy infótávla, és itt meg is állok egy pillanatra. Csak így az út közepén.
Lássuk. A sárga vonal már megvan, és az M betű is megvan, csak nekünk a másik irányba kéne lenni annak az útnak. Milyen tábla ez itt? Bánáti Bazsarózsa élőhelyének megőrzése. Jó van. Valahol itt kell lenni majd az úgynevezett házastársak útja, nem kútja, útja. Ez lenne az lefele, gyerekek. Ez az sárga vonal M betű. Ezzel lehet lemenni Püspök Szent Lászlóra. Nem is néz ki rosszul úgy az út. Na majd visszafele meglátjuk. Ne felejtsetek el szólni, hogy itt a pihenőnél álljak meg. Basszus, olyan rég bringáztam, az előbb majdnem elindultam gyalog. Jaj, de szép ez a völgy. És ahogy nézem közben, nem is annyira sáros, úgyhogy lehet, hogy jó lesz, és még egy kis patak is van lejjebb. Na, majd megnézzük. Megint egy kellemes ívű kanyar. Eddig 11 km köves tetőtől. Mondom én, hogy ez nem egy nagy túra, az a pont kényelmes. Milyen szép erdei részlet. Sima törzsű fák között van egy-két kakukk tojás. Itt fönt jobbra is van valami pihenő. Hoppá! Hoppá, álljunk csak meg! Itt van a sárga vonal és a sárga nyílpiktogram. Ezt megnézem közelebbről is. Ott állok bringával, balról jöttem, ez meg egy ilyen Frédi Béni kőház, de azért esőbeállónak megteszi. Ez sok a szokásos infótábla. Hát akkor nem akarok megijeszteni senkit, legfőképpen magamat nem, de ez lesz fölfelé az útirány. Arra. És most már tolom a bringát, és mivel a mecseknek ez az árnyékos oldala, és volt csapadék, itt-ott kicsit süpped, nem ülök rá, de remélem följebb jobb lesz már az útminőség. Talán megáll a bringa egy pillanatra. És mutatom, ezen a sárga nyilon kell haladnunk felfelé. Viszonyításnak mutatom, ez a függőleges. Nem is árt néha megállni, fújni egyet. Hát itt nem leszek 3 perc alatt fönt, az biztos. Ismét egy leheletnyi szusszanás. Itt betorkolik a sárga nyílba a sárga vonal, és ez itt az égbe, toronyirány. Ez vissza kilátóhoz. Akkor kapjunk bele, toljuk meg. Ezt meg senkinek kérdezze visszafele, hogy megyünk. Talán azért nem rögtön a legmeredekebb oldallal kellett volna kezdeni. Ennél van sokkal lankásabb felmenő is. Megközelítési útvonal kilátóhoz, de hát gondoltam előbb fönn leszek. Vagy mégse. Ismét megálltam. Muszáj fújnom egyet. Most már nem vagyunk messze a csúcstól. Hű. Ez is micsoda fa, négy felé ágazik egy tőből. Hoppá, hoppá, hóvirág. Akkor még egy kis erőgyűjtés. Iszok egyet, és megyünk felfelé. Jöhet a csúcs. Ezért ezt megmutatom. Nem volt rossz ez az átemelő, természetes lépcső, ilyen 45 centi kb. Vagy 40. Hát ilyenek tarkítják az utat fölfelé. De talán innen már oké lesz. Innen jöttem. Szép volt, jó volt. De azt hiszem ennyi elég volt, mert megérkeztünk a zengőnek a 7 emeletes kilátójához. Mindjárt föl is megyünk rá. Már csak ez a pár méter, és itt vagyunk.
megkötöm a bringát az oszlophoz, és akkor mindjárt megyünk is föl. Eddig azt mondja 12,5 km, bringa megkötve, és akkor mehetünk fel a kilátóba. Pár éve voltam már itt, nem tudom, 2020 körül van róla videó, mondjuk akkor tavaszabb volt, április környéke lehetett, vagy március. Sokáig nem leszek fönn, mert azért nem szeretem itt hagyni a bringát. Ennyi hegyen fölfele tolás után még a mászás fel a kilátóra, úgyhogy ez szalvás este, azt hiszem. És már kezd indulni a para bennem, már nem olyan stabilak a lábaim. Mindjárt fönn leszünk, és ím hol a teteje. Hú! Hát ez nagyszerű. Mintha az égben járnék. Hát, fantasztikus a látvány. Rossz lenézni is. Ilyenkor megvan az előnye ennek az évszaknak, hogy kopárok a fák, le lehet látni egész az erdő aljára. Nem lehet körbe menni, ez itt a végpont. És ebbe a kilátóban még az a poénos, hogy rácsos az alja, tehát lefele is látunk a lábunk alá. Háj, de szépek ezek a mecsek dombságai. Mindenhonnan dimbek, dombok, írtások, kis tisztások, völgyek. Nem tudom, mennyire látszik előttem hármas hegy, a maga 603 méterével. Mögötte van a kövestetői parkoló és a Natur Hotel. Onnan indítottuk a túrát. Az ott arra talán Komló lehet. Lent hosszú hetény, távolban a Misina tévétoronnyal, csak pont onnan süt a nap, nem lehet látni, és akkor nézzünk le az aljára. Nem rossz. Deco, most figyelj, most jön a jó része. Ez igen, ez ám a nyúlketrec, van mélység. Na viszlát kilátó. Egy biztos, visszafele nem azon az úton megyek, amin jöttem, hanem ebbe az irányba, sárga vonalon. És akkor, go! Azért ez már jóval lankásabb, jóval barátságosabb. Rengeteget segít a teleszkóp, ezt el se lehet mondani. Cajgát letettem, ez pedig itt a Wiki pihenő. Esőbe álló tűzrakóhely, padok, minden, ami kellhet. És egy szintes. Tovább a sárga csíkon. Hamarosan kiérünk a betonúthoz. A sárga vonal és a vörös kereszt átment erre a zöld, nem is tudom, ilyen fektetett 8-as piktogramra.
erre van Pécsvárad, de mi megyünk vissza. Pécsvárad 2 kilométer, Etelka forrás, szintén 2. Na, megkönnyebbülés. 15 kilométer eddig. És itt vagyunk. Tájvédelmi körzet. Pécsváradi erdészet, gyönyörű szépen megújult táblák. Ez szépen kanyarodik az út. És ez a kis ház, igazi mesebeli lak. Etelka forrás, kis ház. Lent mellettem jobbra milyen völgy. Lehet, hogy egy kis patak is van ott. Közben inkább az utat nézem. Vannak kátyuk. És emelkedik. Ebben a pillanatban érkeztünk vissza a Frédi Béni házhoz. Innen indítottam az úgynevezett csúcstámadást gyalogosan fölfelé. Hát emlékezetes volt itt föltolni az. Az biztos. Hát akkor csapassuk. Hát ez fantasztikus, fény, árnyék, hogy játszik. És ez itt már Mordor. És lassan meg is érkezünk ahhoz a pihenőhöz, ahol mondtam, hogy itt lehet lemenni majd balra, Püspök Szent László felé. Mit szóltok, menjünk le? Nem megyünk, de előbb én eszek egyet. Meg volt a kaja, de van egy rossz hírem. Lassan 5 óra, bárhogy siettem is a kajával, úgyhogy ezt az ígért szakaszt én most nem fogom tudni teljesíteni. Majd legközelebb lemegyünk erre, máskorra is kell hagynunk valamit, és most lassan elindulunk vissza a milyen pihenőhöz is. Azt mondja, hogy Pusztabányai kúcsosházhoz. Jó ez a kis jegyzet. Feeling alive, nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Na akkor, most van 5:30, és mentem 29,2 kilométert, visszaértem a kövestetői pihenőhöz, parkolóhoz, már be is sötétedett nagyjából, búcsúzom is tőletek. Jó, hogy nem mentünk le Püspök Szent Lászlóra, onnan még sok idő lett volna visszajönni hosszú hetényen keresztül. Úgyhogy, köszi, aki velem tartott, csáó mindenkinek! Sziasztok!